Rövid kultúrműsor és alapiskolás diákok foci bemutatójának kíséretében ünnepélyes keretek közt adták át rendeltetésének a Jókai Mor alapiskola felújított multifunkcionális sportpályáját. Egy régi álmunk vált valóra, 1955-től ez a sportpálya eredeti állapotában állt. Egy régi álom, amit már jó pár évvel ezelőtt próbáltunk kivitelezni, de mindig anyagi források állítottak meg bennünket. Idén most sikerült a városvezetéssel, szülői munkaközösséggel és a iskola saját bevételéből összetenni ezt az összeget, és így tudtuk megvalósítani a nyár folyamán. A sportpályának a teljes költségvetése 80.600 euró volt, ebből 50.000-et a önkormányzat állt, 10.000-et a szülői munkaszövetség adott, és a fennmaradt 20.600-at pedig a iskola saját megspórolt pénzösszege volt. Keszek Béla polgármester ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy a város alapiskoláinak sportpályái méltatlanul hosszú ideig elhanyagolt állapotban voltak. Az önkormányzat ezért úgy döntött, hogy útjára indít egy olyan fejlődési folyamatot, melynek köszönhetően a jövő generáció a jobb körülmények közt tanulhat, étkezhet és sportolhat. Tavaly rendbe raktuk az iskolakonyhákat, idén egy ilyen átfogó koncepció a sportpályákat érintette. Ugye reagálva arra a helyzetre is, hogy ebben a vírusos környezetben lehet vita arról, hogy esetleg melyik oltás megfelelő, vagy melyik gyógyszer, de egy vitán felüli van, a sport, a mozgás, a szabad ég alatt, a napfény alatt, az egészen biztos a gyerekeknek az immunrendszerét a legerősebbé teszi, és hát ismerjük a mostani életmódjukat, amikor jobban vonzzák a számítógépek és a tabletek a gyerekeinket, hogy a megfelelő körülményeket ki kell ahhoz alakítani, hogy sportolhassanak. Itt az, ahol a mozgáson túl tanulhatnak egészséges sportszellemet, csapatjátékot, az, hogy kell együttműködni, megtanulni nyerni és veszteni. A sportpálya elkészült, de az iskola vezetése már a további elképzelések és fejlesztések megvalósításán dolgozik. Tervezetünk az, hogy a sportpálya köré egy futópályát létesítenénk, aminek egy része lenne a síkfutás, amelynek a egyik végében lehetne a távolugró gödröt is kivitelezni. A kisebbik pályánk, ami jelen pillanatban kosárlabdaként funkcionál, szintén egy elég rossz állapotban lévő, azt is fel szeretnénk újítani, és a füves terület, hogy kihasználható legyen, oda még természetesen ilyen kinti tornagépeket is tervezünk. Elképzelésekben tehát nincs hiány, az anyagi fedezet biztosítása azonban egyelőre várat magára. Sok még a munka előttünk, viszont azon fogunk keményen dolgozni és küzdeni, hogy a lehető legjobb körülményeket kapják a gyerekek. Az iskola diákjai közt jelentős az érdeklődés a sportolás iránt. Ezt bizonyítják az intézmény sport eredményei, valamint az a tény is, hogy a szalagátvágást követően kitörő örömmel vették birtokba az új sportpályát. Szlávik Éva tornatanár, a Városi Szabadidőközpont munkatársának vezetésével pedig egy közös testmozgásban is részt vettek.